Sziasztok, Lilla vagyok, és köszöntök mindenkit a csatornámon is egy újabb vlogban. Hát egy jó ideje nem volt videó, és úgy gondoltam, hogy a megfelelő alkalom most, hogy visszatérjek ide a csatornára, hogy csináljak egy napi vlogot, mert hát azok a legjobbak, és azok a kedvenceim. Rengeteg, de rengeteg dolgom van, úgyhogy azért is gondoltam, hogy egy ilyen kis vasárnapi rutin mutatnék nektek. Mondjuk ez nem a tipikus vasárnapi rutinom, mert ma nagyon-nagyon sok dolgom van, és rengeteg mindent akarok csinálni, úgyhogy egy igazán produktív nap. Nézzünk elébe, úgyhogy remélem, hogy tetszeni fog és egy kicsit motiválni tudlak titeket. Most egy edzéssel fogok kezdeni, ez sem a normális kerékvágás, mert sokszor vasárnap nem is jövök egyáltalán az edzőterembe, max otthon csinálok valami pilateszt, vagy jóga-szerű dolgot reggelente, de ilyenkor nem tudom, nem szeretek. Viszont a héten most jutottam el csak harmadszorra ide, úgyhogy most mindenképp akartam jönni, illetve fel kell vennem ilyen edzős videókat. Csinálok egy ilyen kis erősítő jellegű teljes testedzést, amit fel fogok venni, bemelegítéssel, nyújtással együtt. Amíg anya dolgozik, addig azt megcsinálom, utána meg együtt veszünk fel egy ilyen kicsit kardiósabb jellegűt, úgyhogy ezek mind egyébként kint lesznek a csatornán. Olyasmit szeretnék csinálni, ami nem annyira brutálisan fárasztó, viszont azért hatásos és otthon simán végezhető, nincs hozzá szükség semmi eszközre. Nagy takarítást akarok csinálni, mert ez már húzom halasztom egy ideje, illetve a ruháimon is át szeretnék menni, úgyhogy ez egy ilyen nap lesz. És gondoltam, magamat is tudom motiválni, hogyha videózok közben. A teljes szettem My Protein-es, ez a Seamless kollekcióból van, a felső is, meg a naci is. Hazaértünk már az edzésből. Meglepően elfáradtunk mind a ketten anyával is, megcsináltuk azt a kis aerobik jellegű dolgot, úgyhogy figyelmetekbe ajánlom, mert sokkal fárasztóbb, mint azt én terveztem, vagy gondoltam. Már reggeliztem, meg kávéztem. Most az elmúlt kb. Egy órában tetkókat nézegettem, mert holnap megyek tetkóshoz, és most itt bepromóznám a másik csatornámat, az angol csatornát, mert valószínű, hogy ott fogok holnap egész nap vlogolni azon a csatornán, úgyhogy oda is jönnek a tartalmak. Most úgy érzem, hogy újra energiám és motivációm meg inspirációm van itt visszatérni a videózáshoz, mert nem tudom, néha így eltűnik, aztán szerintem amúgy ez normális, úgyhogy most így ebben az időszakban voltam, amikor így nem volt annyira hozzá kedvem, de most úgy érzem, hogy megint így mindig, amikor elkezdek videózni, akkor rájövök, hogy annyira szeretem. Amivel szeretnék kezdeni, ez itt ez a kettő fiók, mert konkrétan ezt látjátok, hogy be se lehet már csukni ezek az edzős cuccaim. Komoly gondok vannak itt. A többi fiókban egyébként rend van, úgyhogy azokban nem hiszem, hogy bármit is csinálnék. Utána pedig az egész szobámat ki fogom takarítani. Jelenleg ez a terv. Life is harder than I like to think, but it's easy when you're by my side. No point in calling, you just have to see the fundamentals of our life tonight. Cause I've been looking at a photograph of you, and I've been thinking about all the ways you move. This isolation got me feeling like a movie, my love. Yeah, when I wake up, I feel empty, not beside you. My whole life been searching just to find you. This quarantine, it hasn't got the right to. Bye.
Útközben lemerült a kamerám, úgyhogy töltöm. Addig nem tudok elkezdeni rendesen takarítani, mert ha megint közben lemerül, akkor ezzel nem megyek sokra. Egészséges verzióban csinálunk rántott padlizsánt és rántott cukkinit. Abban a kajás evős, mit teszek egy héten videómban, benne volt egyébként. Gluténmentes MyProteines instant zabból csináljuk, az felel meg a lisztnek, ugye tojás, és van ilyen, hát ami ilyen prézlinek számított, ez az ilyen gluténmentes panír morzsa. Köszönöm. Anya a kis segédem. Szóval ilyen, hogyha esetleg valaki ezt a videót nem látta volna. Így együtt paníroztuk. Én is besegítettem. És közben Måneskint hallgattunk. Előtte meg... nem is mondom. Előtte meg Violettet, ugyanis egy hete. Az unokatestvéremmel elkezdtük újra nézni a Violettet, mondjuk csak a második évattól. Aztán nálunk volt a héten az egyik szaktársam, egyben barátnőm, a Csenge, és vele is egész héten Violettát néztünk, úgyhogy... Igen, ez egy ilyen Disney-s hét volt. Előtte ilyen Liv és Medit néztem, úgyhogy én nagyon kihasználom egyébként a Disney Plus-t. Még töltöm kicsit a kamerámat, aztán utána gyors kitakarítom a szobám. Éppen videót vágok, egyébként egy jó pár órával később vagyunk, de ezt nézzétek, hogy milyen kis cukik vagyunk anyával. Most 7 óra 58 van, híj, de jók a fények, és ezt a háttér csodát nézzétek itt, azért ez nem semmi. Ahhoz képest, hogy takarítottam ma, jó, nagyon szép rend van, meg minden, meg tisztaság alapból a szobámnak a többi részén, nagyon rosszak ezek a fények, úristen. De itt ruhákat válogattam, és most feltöltöttem csomó mindent Vintidre, úgyhogy ha gondoljátok, akkor nézzétek meg, mert csomó, tényleg nagyon sok mindent kiraktam. És most így kellnek is el a dolgok, így kiraktam, és már kb. 4 dolgot el fogok adni. Holnap megint tök produktív napom lesz. Körmös, tetkós, csomagfeladás. Ezeket a maradék dolgokat összepakolom, meg összekészítem a csomagokat, amiket fel kell adnom. És mivel ugye hát sok dolgot nem kell egyébként csinálnom ezzel a videóval, ezt most még meg befejezem szerintem, mert nem, nincs túl sok feladatom vele.
valami kis zenét rakok alá, egy-két feliratot talán, meg talán az elejére egy ilyen kis intrót. Holnapra van ilyen házink, azokat megcsináltam, ilyen kutatásmódszertanra be kellett adnom 2 ilyen, hát, feladatot. Nem hagytam az utolsó pillanatra, mert múlt héten is határidő után adtam be, aztán most nem akartam úgy járni. Már átöltöztem pizsibe, és most csukom itt össze a dolgokat, hogy el akarok pakolni. Videóvágás, ezt amúgy nem fejeztem be, majd holnap befejezem. Most pedig összerakom a rendeléseimet. Van egyszer egy ilyen csomag, amiben 2 felső van. Van egy naci is. Egy másodperc, ezt gyors meg fogom innyien nézni, mert tervezzük közben a tetkómat. De furi. Úgy nagyon furi. Tegnap vettünk új ágyneműt. Most húztunk fel új lepedőt is, azt is tegnap vettük egyébként. Úgyhogy most minden új. Én nem tudom, ez csak én vagyok így, vagy új ágyneműben akkor jó aludni, amikor frissen van mosva a hajam. Na most az én hajam nincs frissen mosva, mert holnap fogok hajat mosni. Úgyhogy most az egyszer eltérünk ettől, de annyira jó anyaga van ennek. A Memaxba vettük amúgy, sose volt még fekete ágynemű. Jaj, de jó! Ah, nagyon jó anyaga van. És frissen van. Mosva. Másocskán a párnáimmal is beújítok. Összeraktam a csomagjaimat is. És azt hiszem, hogy egyéb dolgom. Ha minden igaz, nincs. Minden, ami ilyen produktív dolog volt, azt szerintem megcsináltam. Ágynemű húzás, takarítás, beadandó, videózás, videóvágás, vlogolás. Úgyhogy egy produktív, tényleg egy produktív napot. Mindig rá kell jöjjek, amikor ilyen nagyon produktív napot tervezek, hogy produktívnak produktív voltam. Fú, hányszor mondtam ki ezt a szót most. De nem mindig tudom megörökíteni, hogy így olyan egyértelmű legyen így videón keresztül is, vagy hát így tudjátok így átadni. Nem tudom, hogy milyen lett ez a videó, majd valamikor hétközben megvágom meg. Most csomó dolgom lesz így hétközben, mert egyébként jövő héten elutazom. Úgyhogy amúgy szerintem azt is le fogom vlogolni, tervezek majd a kis utunk során vlogolni, úgyhogy jövő héten lesz egy kis pakolás is, múlt héten vettünk bőröndöt. Nem is múlt héten, ezen a héten. Jönnek a tartalmak, jönnek, de ez most ennyi volt ez a videó, és remélem, hogy tetszett. És köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb. Puszi, sziasztok!